A Hungaroperett társulata 3 éve alakult, és célja a világhírű Hungarikumnak számító magyar operett hagyományának megőrzése, valamint népszerűsítése. A nagybecskereki Tósa Jovanovics Népszínházban megtartott operettgála műsorban a Hungaroperett sztárjai közül szerepelt Gacséva és Kollár Péter Erik, valamint Oswald Marika, az operettek királynője. Nagyon fölkészültünk, 2 fiatal jött, meg én, ők fogják a táncos vonalat képviselni, azért én is megpróbálom, ami tőlem telhető, és szerintem nagyon változatos lesz, mert ezek a jó kis magyaros, mulatos dalok lesznek többségében, azon kívül Kálmán Imre, Huszka, tehát Jakobi, elég változatos lesz, én szerintem a műsor, tehát olyan, hogy a közönségnek minél inkább a kedvére tudjunk tenni. A nagybecskereki és a környékbeli közönség mindig is nagy szeretettel fogadta az ilyen jellegű esteket, hisz operettrajongók, és valódi ajándékként fogadták a magyarországi művészek bemutatóját. Nekünk sajnos nincs alkalmunk mindig látni őket, egyedül ugye a tévé képernyőjéről, de most élőben. Ugye itt lesznek a becskereki színpadon, és ami külön nagy öröm számomra az, hogy ugye mennyire hű a becskereki színház látogató közönség, hogy maximálisan teltházzal üdvözöljük majd a vendégeket. Az ilyen jellegű operettestek célja, hogy a jövő nemzedékével is megismertessék az egy-egy bemutatón elhangzó dallamokat, hogy a közönség együtt dalolja a művészekkel a legnépszerűbb slágereket.